Rázsai Károly, a WBO és a WBA nagy középsúlyú visszavonult ökölvívó világbajnoka. Magyar János, a 2015-ös magyar formaautók abszolút bajnoka. Egy ökölvívó és egy autóversenyző. Hogy kerülnek ők egy helyre? Balzsai Károly eljött hozzánk, meghívtuk őt tesztvezetni az Euroringre. Nagyon jól sikerült neki, hiszen nagyon gyorsan beleszokott a formaautó vezetésbe. Jól használta ki a pályát, a pályaíveket. Mentünk előtte egy kört közösen autóval, elmondtam neki, hogy milyen kanyarokra hol és miként kell figyelni, milyen féktávokat kell venni. Ez be is tartotta, és körről körre fejlődött, és nagyon jól sikerült. Lehetőséget kaptam a Magyar Racing Team-től, a Magyar Ranitól, aki magyar bajnok lett most formaautóban, hogy menjek néhány kört itt őrkény mellett az Euroringen, és beülhettem egy ilyen forma BMW-be. Kétszer fél órát. Ökölvívó világbajnokunk nem most találkozott először a technikai sportokkal. Ha teheti, követi is őket. Szívemhez nagyon közel. A motorsportot is nagyon szerettem, a formaautót, az autósportot, szinte majdnem minden szakágát nagyon szeretem. Ha lehetőség van rá, nyilván akkor figyelemmel követem. Ha még időm is van rá, akkor kilátogatok egy-egy ilyen pálya szélére, Hungaroring, Pannonhalming, stb. Magyarországon, és akkor onnan figyelem. De én a legjobb szerintem, mint a boxba lenni, és akkor itt a csapat körül figyelni. Balzsai Károly nem is akármilyen segítőt kapott maga mellé. Magyar János, a magyar formaautós mezőny 2015-ös bajnoka. Jani két évet töltött egy Formula BMW volánja mögött. Majd az idei szezonra megszületett az elhatározás, és kategóriát váltott. A jelek szerint jól döntött, hiszen a szezonzáró hungaroringi versenyhétvégén begyűjtötte a magyar bajnoki címet. Az ökölvívás és az autóversenyzés között nem is sejtenénk, hogy mennyi közös vonás van. Mind a két sportágban alapvető dolog a szemkép koordináció készség, illetve a reflex, illetve a fizikai állóképesség, ez nagyon fontos mind a két sportban. Ez gyakorlatilag mind a boxban is, mint itt is a sikerhez vezet. Itt a formautózásnál, autóversenyzésnél, itt a fizikai állóképesség, illetve a koordináció készség az mind nem tized másodpercben, hanem másodpercben mérhető körönként, tehát ez mind nagyon fontos. Balzsai Károly, mint autóversenyző? Nem. Most már edzőként tevékenykedő egykori világbajnokot éles helyzetben nem láthatjuk egy formaautó volánja mögött. Na de Janit esetleg megtalálhatjuk a jövőben a boxteremben? Már Janival régen lebeszéltük, hogy a következő idényre való felkészítésébe egy picit besegítek, illetve próbálok egy kis erőálló képességet, kondíciót, koordinációt, meg mindenféle olyan ügyességi feladatokat adni neki, amivel még jobb lesz az állóképessége, a mozgás koordinációja, illetve maga az egész mozgás kultúrája, és akkor hát a néhány tizedet tudunk neki még adni egy minútban. Balzsai Károly és Magyar János. Két bajnok egy helyen, ezúttal Jani sportjának a bűvöletében. A jövőben Karesz edzőként, Jani pedig diákként folytathatja a közös munkát.